és áll az előbbieknek helyébe egy utálatos, és békességnek színe alatt csalárdul cselekszik azzal, és elmenvén győzedelmet vészen kevés néppel. Elfoglalja az országnak gazdag részét, zsákmányt, prédát és gazdagságot oszt az ő vitézeinek, és gondolataival forgolódik az erősségeknek megvételek felől, de azt ideig eltitkolja. Dániel könyve 11. Hát népét hadúr is szétszórja. Szigorúabb istenek ezt így szokták, miként egy régi bánatos erdélyi prédikátor írásba rótta keresvény zsidókkal atyafiságunk. Jöttünk rossz erkölcsel rossz helyre. Volt utonállók új útban állóknak. S még úrfajtánk egymást, s a népet falta. Tunya álmainkat jégverte, s még a templomot se építettük föl. Helyünkön meg nem tudtunk állni, s ide kerültünk. Ez kezdeti átkunk. Ma már nem miénk paráznás vérünk sem. Jöhet a helyünkre akármi. Megöltük és kibűnöztük magunkat. És mi nem leszünk majd szétszórva. Árvult, de mégis győzedelmes fajta. Minket korszakok tűzdühe nem edzett, s fölolvaszt a világ kohója, s elveszünk, mert elvesztettük magunkat.